és áldott a te belednek gyümölcse. Először is nem a belednek gyümölcse áldott, hanem a méhedé. Méhedet kell mondani. Az lehet, hogy méhedet kell, de a beled sokkal szemlélet. Elég legyen Viktor szamárságokat. Te magad vagy szamár! Az anyád! Jóra való asszony! Az anyád, ha hallaná... Azt mondtam, hogy jóra való. Tudnád, hogy mennyire jóra való. Nagyon. Nagyon jóra való. Azt hiszed, répál? Miért? Talán nem szerethetem az anyámat? Viktor! Mi? Viktor, ma vagy 9 éves. Majdnem 2 férfi. Akkor jövőre... Teljesen kész férfi leszek. Mi? Te kis tuszkolók én! Viselj egy okosan! A kurvának kellene, hogy tartsalak! Ha csak nem vagy hajlandó, nekem is hanyat megödni, mint a többieknek! Te stakony pot! Szabad le! Hogy hanyat töltél az apámnak! Mi nem vagy, megfojtalak! Az én kis tuszkológépen megfojt engem? Ugyan! Éppen engem? Ebben a korban a legkegyetlenebb. Te háromszor vagy ebben a korban, Lilike! Könyörgök, hallgass! Hát ezt a poharat, Lili! Mi van vele? Valódi bakkarai kristály. Legalábbis anyám minden vendégének ezt mondja. Egyedi darab, de hát roppantul sokat él. Azt hiszem, ezzel kellett volna kezdenem. Figyelj ide! 9 éves vagyok. És a mai napig úgy viselkedtem, mint egy mintagyerek! Semmi olyat nem tettem, amit megtiltottak. Az apám folyton mondogatja is, egy mintagyerek! Család, öröme, nyugdalmat érdeme. Boldogok vagyunk, hogy áldozatot hozhatunk érte. Az anyám akkor hozzáteszi, hogy ő vérhízzad értem, de a vér a családban marad, tehát nem válik vízzé. Állíthatom, hogy a mai napig tökéletesen viselkedtem, például mindig kigomboltam a slittemet, hogyha pisillem kellett. Az ujjamat sem tudtam soha a lányok felekébe. Hallja szörnyeteg! Az osztálytársam Lucien parádi szokta. Ha majd ő is 9 éves lesz, lehet, hogy meggyónja, ha meri. De most, szeptember hó 12-én. Szent Leontinus napján. Nyomatékosan kijelentem. Nem vagyok hajlandó még egy évig arra várni, hogy férfi legyek. Most rögtön teszek valami olyat, amit még életemben nem tettem. Nem értenek oda! Igen, valami újat a kurva életbe! De a szüleik hallanak! Kristály még mindig törékeny, Lilike, vigyázz! Kezemben van. Vajon melyik a törékenyebb? Viktor, össze nem mer törni azt a poharat. Ha ez a pohár leesik és eltörik, a Pommel család, aminek egyetlen örököse vagyok, szegényebb lesz 3000 frank. Ez képes elsőtetni! Nyugodj meg! Nem töröm. Pontosabban nem a poharat. Inkább ezt a pár! Na? Legalább 10000 frankkal csökkent az örökségen. Őrült vagy, Viktor! Összetörni egy ilyen csodálatos vázát! Vázát? De hát ez egy tojás. Lelőtte a lovacska. Nem látod a lovacskát? Mi ez, papuka? Ez a lovacska tojás, az egy nagy-nagy patikaka. Semmi sem szent előtte. És azt hiszik, lelkiismeret furdalása van. Csodát! Kész akarva tölteni. Én? Mit csináltam már megint? Nekem ne járj a hülyét! Mit csináltam már megint? Hát te! Lilike! Te! Éppen most törted össze ezt a vázát! Micsoda! Van merszed rám kenni, amit te csináltál itt az orrom, mert ez kész a karva? Pontosan. Majd megmondom, hogy te voltál. Nem fogják elhinni. Nem fogják elhinni. Nem bizony! Majd meglátod. Szeretném, majd meglátod! Ez rémes! Őrtelmes! Megbántottalak, kicsi Viktor. Hát nem voltam mindig hozzád jó. Nem igyekeztem mindig alkalmazkodni hozzád. Sohasem alkalmazkodtam. Az Isten szerelmére mi történt veled, beteg? 9 éves vagyok! Van egy apám, egy anyám, meg egy cselédem! Van egy felhúzható hadihajóm, amit ha elküldök, lead két lövés, aztán visszahúzik hozzá. Saját fogkefém van, piros a nyele! Apám, mi a kétkerű, anyám, mi a fehér! Van egy tűzoltó sisakam, meg minden, ami hozzá kell, az lakkozott derékszély, életmentő érdemérem, tűzoltócsákja, van étvágyam, van rettes orrom, a tekintetem ellenállhatatlan, a kezem üres, mert még kicsi vagyok. Van egy takarékbetegkönyv, amiből a keresztül napján Oktáv nagybácsi vetett 5 frankot. A kezelési költségekkel együtt 7 frankjába került az egész. 4 éves korom a kanyarom is volt, de kigyógyultam minden orvosi beavatkozás nélkül azóta. Nem voltam beteg. A látásom jó, az ítéletem tiszta.
erről a sajnálatos esetről, amit elkövettél, a legapróbb részletekig beszámolok. A családi tanács majd határoz. Ez nincs jogod. Ez igazságtalan. Ha baj szíved, megmondod, hogy te voltál. Minden őszinte és becsületes kisfiú, így te... Nem vagyok kisfiú, és nem vádolhatom magam csak azért, mert ügyetlen voltál, és összetörted ezt az ózsdi köcsögöt. Hát jó, majd meglátjuk. Lenyeg! Vigyázz, Lili. Összetöröm a másikat. Ja, Istenem! Egy ilyen okosszerű kisfiú! Hát mi történhetett veled egyszerre? Nem értheted? Buta vagy, ütődött, egy parázma! Mihelyt belép az anyám és meglátja a cserepeket, úgyis neked támad. Te meg amilyen gyáva vagy, hebegni fogsz és botnatért esedezel. Ahelyett, hogy elküldenéd a gügyögő nagy, nagy pati kakakájába! Azt akarja, hogy sértegessem az anyád! Nem a te anyád! Én nem tudom, mi történik itt. Én nem értem az egészet. Várjál. Mindjárt megérted. Jól lehet, nem én törtem össze ezt a vázát. Még magamra vállalhatnám. Meg is tenném szívesen. Csak hogy úgysem hinnék el. Hogy nem? Nem hinnék el. Én még életemben nem törtem el semmit. A zongorás a cumis üveget. Ezzel szemben te levetted a likőrös üveget, paliórát, összetörted a tejáskannát, stb. Magamra vállalom, az apám azt mondja majd. Drága gyermek, menteni akarja Lilit. Anyám, Viktor, szép dolog a betyárbecsület, de Lilinek fel is jut, le is jut! Mivel vendégek lesznek, valószínűleg megúszod ennyivel. Láthatod, összetörted a vázát, és én nem tehetek érted semmit. De semmit! Ha nem lehetek bűnös, akkor nem is törhettem el. Logikus, ugye? Pedig te törted össze! De nem tudod bebizonyítani. Persze, mondhatnám azt is, hogy a lovacska verte le a farávat. Lovacska? Aha, az a bizonyos paci, a paci kakával, ha 3 éves volnék, mondhatnám. De 9 éves vagyok, és rettenet egy intelligens. Már csak a poharat törtem volna össze. Rettenetesen intelligens. Ó! Lili! Ne sírjon! Lilike, ne sírjon, drága gyermek! Nyitom, ne örülnél! A feleségem el akarja bocsátani magát, de a feleségem itt nem parancsol! Itt én vagyok az úr! A feleségem szeret engem, persze nem annyira, mint én magát, Lilike! Ne féljen, drága gyermek, majd én megmentem magát, hogy hajnalba bemegyek a szobájába jó hírre! Neki töltött galamb, ki szopós bárány, Dávid király rózsája, pátalányka! Könyörök életünk, könyörök életünk! Csomagolok és megyek! Viktor megőrült! Egy gyerek nem viselkedik! Nincs itt semmiféle gyerek! Soha nem is volt! Rohadt ház, most már én mondom, hogy megyek! És még csak 9 éves, és ígérget az a kezdi barátka! Mindig megtartom azt, amit ígérek. Nyugodj meg. Nem lesz semmi baj. Maradj. De itt maradsz. Ma, itt marad, bambőkém, cunci mókusom, üszelborjúcskám! Hát jó, maradok. Azt hiszed, hogy megpingathatsz, te koszos csibész. Hát jó, majd meglátjuk. Menj, Lilid. Nem haragszom rád. Senki nem fog molesztálni, esküszöm. Tudod, rettenetesen intelligens vagyok. Tehedre veled akadtam össze ma elsőre. Rettenetesen intelligens! Ma éjjel a kertben. Tujabokor alatt megláttam a nagybátyámat, a képviselő urat, aki civilben medve táncoltató.
Ott állt, hófehéren, a kezében hófehér puska, mint valami márvány szobor. Oda léptem hozzá, de csak annyira, hogy ne érjen el. Ez, ha elér, akkor rögtön megsimogatja a kobakomat, és azt mondja, igazi pomel vagy, rám hasonlítál! Emlékszem, tavaly július 14-én elkapott bennünket az ivatal. A csendőrök zászlai úgy csattogtak a szélben, hogy megbokrosodtak a lovak, nevettünk. Az apám fekete kesztyű tartotta a gyeplőt. Egy óriásit villámlott. Olyan alakja volt a villámnak, mint a La Manche csatorna körvonalainak. Az ujjaimmal követtem az esőben. A képviselő a medvéit nyugtatgatta, és azt mondta, Viktor, te rettenetesen intelligens! Viktor, boldog születésnapot kívánok! Ja, te vagy, Szilveszter, köszönöm. Nincs mit. Nincs mit? Minek mondtad? Azt szokták mondani, hogy nincs mit. Ja. Nálunk úgy szokták, semmiség az egész. Az túl hosszú. Figyelj, Leszter, ne foglalkozz velem, jó? Hagyjál békén. Babázzál vagy. Simogasd a macskákat. Szeresd az új barátodat, mint te magadat. Légy szófogadó abban a reményben, hogy hamarosan jó feleség, meg jó anya leszel. Már nem szeretsz engem, csúnya? Nem értem. Sajnos, te sem érted. Pont olyan vagy, mint Lili. Képzel, Lili az imént összetört ezt a vázát, és ezért majd elbocsájtják, mert ráadásul még rám is akarja fogni. És nem te voltál? Persze, hogy ne. Ha életem van, nem dicsekednék vele. Ez igaz. Szegény Lili. Felejtsd el. Tudok egy isteni történetet elmesélni? Mi az, hogy gyorsan? Ismered Pierre Düsszent, ugye? Persze, hogy ismered. Az az ember, aki ezzel a nagy bottal jár, és összefogdossa a kígyókat. Na. Tegnap este... kiszöktem vele. Tegnap este? Lili nélkül? Lili is jött, de megdobáltuk kővel és elkergettük. Nem dicsekszik vele. A markomban tartom. A nővérénél várt meg, amíg elmentünk a kabaréba. Micsoda mázlid van, Viktor. Béke, nyugalom. Ez csodálatos volt. Egy hatalmas, nagy piros függöny előtt, telistele pillangóval, egy tollas arcú férfi hentergett egy nő előtt, aki egy kecskén ült, és egy hatalmas keresztet tartott a kezében. Tényleg? Igen. És közben azt énekelte, szeret vagy nem szeret, nekem az egyre megy. Szeret vagy nem szeret, nem izgat engemet. Csak adja meg kis kegyed, nekem azt a nagy kegyet, hogy a kecskéje megett. Ehessem a legyeket! Fenséges! Mi az, hogy? Manyú asszony lánya. Fenséges! De ez még semmi. Amikor vége lett, hátra mentünk és belestünk a ponyba alá. Mit láttatok? A tollas férfi a hátán feküdt és szopta a kecske tőgyét. És a nő? A nő kenyeret majszolt. Ide halkas, Viktor, nekem is el kell mesélnem! Na végre! Hasonlít a tiédhez. Bolhát ültettél a fülembe! A papádról van szó? Ha! Meg a mamámról! Nocsak, bicsak! Manyú asszony! A Szent Teréz! Nem mondom el, hogyha kinevetsz. Nem nevetlek, csak hát azt mondod, hogy hasonlít a két történet, és én magam elé képzeltem a mamádat, a papámat, vagy a kecskét. Igazán elragadom. Köszönöm. Szóval, épp a mama térdén ültem a szalomban, és a fülbevalójával játszadoztam. Gyújtanánk gyertyát, mondtam, de nem akarta, akkor csöngettek. Erre az anyám felugrott, én meg fejjel előre a földre. Nem tudsz vigyázni, hülye. A hülye az én voltam, és piff-puff lekevert két pofont. Gyűrűvel az ujján? Persze. Végig kartolta az arcomat, de a fülbevalója kezembe maradt. Mit gondolsz, ki csengetett? Az apám! Pontosan. Menj, feküdj le! Még nem vegyék el most! Jön valaki, akkor egyből le kell feküdnöm. Sokan járnak hozzátok? Nem. Csak Pomel úr. Az apám.
Szép ember, ugye? Még hogy szép, de hiszen teljesen csupasz. Ugye, hiszen mesztelen. Jaj, dehogy, csak a keze meg az arca. Hagyj te, mamrac, folytasd! Szóval maradok. Erre odaadnak egy mesekönyvet, miközben ők. Jó napot, Károly! Jó napot, Teréz! Hát, ami kedves Antalunk, hol marad? A papa aludt. Leültem szorosan egymás mellé a kanapéra, és a következőket hallottam. A mamám. Nyugassál, kutyuskám, ne izélj! A papád? Csirkehús, csirkehús, csirkehús! A mamám? Ne csináld csődörkém, zsibogok, vagy valami hasonló. A papád? Engedj be, engedj be, engedj be! Az enyém? Tehát a férjem bármikor bejöhet. A tiéd? Az a löttyet szafaládé már alszik. A szafaládéban biztos vagyok, de lehet, hogy nem löttyet volt. Ennyi volt az egész? A mamám bőgni kezdett erre, a papát felugrott, és bevágta maga mögött az ajtót. És aztán? Aztán bejött a papám hálóinkbe. Oda ment a kanapéhoz, és azt mondta, nem érzem jól magam. Én sem mondta az anyám, és reszketett. Erre a papám oda térdett a lábaihoz, és üvölteni kezdett, ahogy szokott. Te, csíra tehén, hát mit vétettem én, ó, bazen! És mivel a doktor azt javasolta, hogy nehogy ellentmondjon, a mamám kiment, mi meg lefeküdtünk. Soha életbe! A mindent megpróbáltam! A fülőt, a vasat, a sarlót, a kalapácsot, a tollat, a gőzszelepet, a szerelmet! Most éppen a szerelmet! Tudni, ott van az apám hegymászó bakacsai! A tisztességes nők erénye, amit a hálózobában szokás elveszíteni. Kis kertemben uborka, rákapott a róka, megállj róka, megleslek, az ágyamba videtlek! Hölgyeim és uraim, attrakció! Itt látható a vásodkölyök, a gonosz apa, a jóságos anya, a házasság törő asszony, a felszarvazott férj, s a vén bazen! Ilyen a fecske, ilyen a túzok, a paradicsommadár, a kakadó, meg a parányt a billegető, ilyen a káros illő, meg a sáros küllő, ilyen Antal, ilyen a papa. De jól esett. Félek tőled, Viktor. Károly! Tessék, drágám! A fajon! Ó! Viktor! Kitört el? Mit kérded? Ez már több a soknál! Hol van Lili? Lili van? Nem! Eszter. Te voltál, Eszter! Láthatja, még most is sír. Azt hiszik, hogy te törted össze a vázát. Mondd meg az igazat! Te voltál? Nem. Eszter volt. Sajnos azt mondtam neki, hogy ez nem váza, hanem pacitojás. És miközben hátat fordítottam neki, feltörte, hogy megnézze, van-e benne kis paci. Ia, ia. Tessék, ez is az ostoba vicceidnek az eredménye. De te nem Viktor tört el! Hát persze, hogy nem. Azt lesheted, hogy bedőljön az ostoba meséidnek. Eszter. Gyere. Nem hallottam. Azt mondtam, gyere ide. Szóval azt akarod, hogy én menjek. Hát, így is jó. Tessék! Bocsánat, asszonyom, lehúzta a gyűrűjét! Viktor! Mit avatkozol vele? Ó,
drága gyermek! Csak attól féltetem, felsebzi Eszter arcát a brilliás. Igaza van, drága barátnőm, csak hogy ez a kis takony pocigel elszemtelenedett. És ez igen ritka. Értékes váza volt, ugye már? Istenkém, Teréz! Én vagyok az oka! Nem kellett volna Viktornak azt mondanom, hogy a váza olyan, mint a lótojás. Majd én rendezem az ügyet. Annál is inkább, mert ezek a vázák bármennyire hasasak is. Sokkal törékenyebbek, mint a maga gyűrűje. Mondjuk a fülbevalója. Nem igaz, asszonya? Ha jól emlékszem, fülbevalóval én még sohasem pofoztam fel a lányommal. Viktor, honnan szeded ezeket a badarságokat? De nagyon jól megfeleltek ki, Teréz, de kérem, ne haragudjék rá. Tudja, az az elvem, hogy a gyerekekben nem szabad belefolytani sem. Higgye el, asszonyom! Eszter eléggé megbűnődött. Mivel ma van a születésnapom, arra kérem, bocsásson meg neki. Bravo, Viktor! Csókolja meg a lányát, Teréz, és felejtsük el az egészet. Gyere ide, Viktor, gyere! Majd kapsz 10 frankot. Megmondanád, miért törted? Mert Viktor ma 9 éves. Igen! Hát akkor leszel! Bocsáss meg, Viktorkám! Ma este ez volt az utolsó. Nem tudtam ellenállni a kísértésnek. Ennyi, ennyi! Csak nem fogjuk itt megkeseríteni a mi kis családi ünnepünket sírással, rívással. Jaj, Antal hol késik? És a tábornok? Szívesebben vettem volna, ha Antal otthon marad. De nagyon erősködött, hogy átjön. Mit mond, Teréz? Otthon hagyni Antalt? Vigasztalan lettem volna, édesem. Nem beszélve Viktorról, aki bizonyára megharagudott volna. Tudja, elég lehangoló látva. Na kicsoda? Az Antal! Bizony, édes Emíliám, Antal! Őrült! Sajnos. Borzasztó. Egyen, Emília, mit játszod meg magad? Nagyon jól tudod, hogy a mi szegény Antalunknak időnként rohamai vannak, méghozzá mint csűrükben. Teréz, egyre nyugtalanom, ma is egészen megrémült szegénykel. Így igaz. Ugyan, Teréz, az ember nem bolondul meg máról holnap. Dehogy nem. Máról holnap. Szép nap. Egyszer csak felszedi a palát a háztetőről, mint a falevele. Céloz velük, és a legszebb nők véres csipke szeretekké válnak, miközben a folyók táncolni kezdenek, mintha kígyó bűvölő varázsolta volna el őket. És az ember vadállatokból álló törzs tisztjei körében rohamra indul a város élén, háta mögött a házakkal, amelyek szoros rendben haladnak, mint a lőszeres kocsik. És a virágok bóbitát nevelnek, 10 millió kéz szárnyra kél, és a bútorokból zene lesz. Az ágyúkból illat egyik pillanatról a másikra. Viktor, mi történt? Mi van veled? Káprázik a szemem. Még sose láttam ilyennek. Rosszul vagy, Viktor, felej! Nem akarsz inni valamit? Várj, rácsöppentek egy korty mézfűtelt a kocsmacukorra. Gyere, gondd be! De Antalról beszélhetek, nem? Hogy nem sokára átjön, meg hogy beteg. A jellemző, valaki betegségről beszél, az anyám mindjárt engem, mint beteg. Nem? Elég a bóckodásból! Azonnal magyarázd meg, mit fecsegtél itt a semmiség szerintem. Az egész, papáska. Őrültnek tetettem magamat. Ennyi volt az egész. Tapintatlan voltál Terézzel szemben, azonnal kért tőle bocsánatot. Megtiltom, hogy bocsánatot kérjen! Micsoda? Mi? Megtiltom! És miért tiltja meg a kis asszony a szabad érdeklődnöm? Nem tudom. De nem akarom, hogy bocsánatot kérjen. Nekem sem kellett bocsánatot kérnem, amikor eltörtem a vár. Rendben van, ne kérjen bocsánatot! Most legalább láthatják, hogy milyen kis megártalkodott boszorkány. De azt nagyon szeretném, ha Viktor megmagyarázná a hagymázos szavait, mert azt hiszem az egészből. Senki se érted sem. Valóban nem értettél? Hittünkre nem. Egyszerűen csak összekevertem a házi feladatom mondatait.
Te vedd hár mindenit! Megéri a pénzét, mi? A csirkefogó. Na de benne is kell, hogy legyen valami hiba. Egyébként annyira tökéletes, ezt mondta tegnap az osztályfőnöke is, akivel véletlenül összetalálkoztam az utcán, hogy ez a fiú, ha közben nem jön valami, még sokra viheti. Rettenetesen intelligens. Hallja, Teréz? Rettenetesen. Persze, hogy hallom. Rettenetes. Jó estét mindenkinek, hol van? Áh, itt van! Úgy nő, mint a bolond gomba. Hány éves is vagy most? 9, és már is 1,80 magas. Mennyit nyomsz? Nem tudod? Helytelen! Aki tudja, hogy mennyit nyom, az tisztában van a lehetőségeivel. És aki tisztában van, azt nem teszik tisztában, ugye már? Bármennyit nyom is. Ó, Károly, strampiatok van. Tudod, kire hasonlít? Gálvádira? Igen, igen, a békaidomárra. Vicces, ugye? És maga a kedvesen Vilja. Szomorkodik, unalmas lehet, miként a világ is unalmas. Na nincs csak! Szétterítek a berendezést! Gratulálok, Károly, éljen a kalapács! Bár ami engem illet, jobb szeretem a fűrészt, tudod, sokkal unalmasabb. De hát ugye, ízlések és pofonok, mint tudjuk. Jó estét, Teréz. Ennyi, meg se csókolsz. Nem csókol meg. Megérzem, soha sem csókol meg. Csak tudnám, hogy miért. Nyilván elszámítottam magamat. Na számoljunk csak! 11 000 puska és 300 löveg, valamint az örömtűz a lobogókon. Micsoda strápa! Hát a kis markotányos lány is itt van. Legmélyebb katonai hódolat a meszter kis asszony. Ilyen a főkonzul! Szép markotányos lány, param, param, param. A fél nyakába áll, param, param, param. Főleg te, Károly, a múlt héten olyan sápat voltál, mondd csak öregem, nem vagy te szerelmes? Hát én... Nem! Csak tréfáltam. Kedves Emília, magának sajnos nem gratulálhatok. Hogy nem bírja ezt a csődört féken tartani? Vegyen példát rólunk. Na gyerünk, Teréz, most mutasd meg, mi van a pucádban. Nyomás, risszáld magadat meg a többi. Kapcsolgatások az új birizga, a dörzsölődések, tudod, s a végén azokat cuppantások. Na rajta! Te, kedves barátom! Azt hiszem, jót tenne egy kort kínabor. Igen, nyilvánvalóan. Teremére könyörgök, hallgassak, ne csinálj jelenetet a gyerekek előtt! Na, gyere szépen. Ülj le. Úgy. És nyugodj meg. Köszönöm a jóságukat. Anyó bácsi! Anyó bácsi! Mit akarsz, kisfiam? Azt akarom, mesélj nekem valamit Bazén tábornagyról. Viktor! Bazén! François Achille tábornagy. Született Versailles 1811. február 13, meghalt Madrid 1888. szeptember 22-én. Afrikában képezték ki tisztnek, 1850-ben ezredes lett a krími hadjáratban, dandárt vezetett és vitézségért. Soron kívül hadosztálytábornokká léptették elő. A porosz-francia háborúban gyalázatos árulóként viselkedett. Hadsereg 170 000 ember és 427 ágyú a poroszok kezére játszotta. A haditörvényszék 1873. december 10-én halálra és lefokozásra ítélte. De a felesége segítségével megszökött a börtönből, és Spanyolországban menekült, hiába volt jó hadvezér. Piszkos áruló volt, piszkos áruló, róla szóló irodalom. Bazén és a Rajna hadtest, Bazén és a kapituláció. Az igazság a Bazén ügyben. A Metzi generális, a Bazén legenda, a főnév, igenév szerepe Bazén szókincsében, tudományos disszertáció, stb. Micsoda szégyen! Micsoda szégyen! Ugyan, Teréz! Dehogy is! Higgyel, nagyon élveztem! Na de Károly! Kérlek szépen! Köszönöm! Manyó bácsi, köszönöm! Viktor! Elég! Te szánszándékkal úgy rotod Manyó urat! Nagyon jól tudod, hogy Manyó úr beteg! Igazán tekintete lettél Manyó asszonyra és Eszterre! Éppen Eszter mondta, hogy Bazén a kedvenc témája. Én csak jót akartam. Úgy. Szóval ebbe is te vagy a ludas! Gyere ide, te! Te!
éves ma ez a gyerek, nem gondolod? Egy szót se értek az egészből. Lehet, hogy Antal betegsége ragályos. Hogy ez a gyerek viselkedik? Igen, de Antal az előbb még itt sem volt, és Viktor már is mindenféle sületlenséget fecsegett össze. Az lehet, hogy nem volt itt, de Viktor tudta, hogy átjön. Igen! Meg kell, hogy mondja, engem rendkívül nyugtalanít ez az egész. Bocsásson meg, drága Emilia. Én ezt sejthettem volna előre. Ugyan, drágám. Mindnyájunknak megvan a maga keresztje. És mi boldogok vagyunk, hogy a magáét megosztja velünk. Drága, egyetlen barát. Bocsássanak meg. Azt hiszem, kissé elkapattam magam. De hát nagyon szédültem. Remélem, nem sértettem meg senkit. Ugyan, dehogy, édes öregem, borítsunk fájdlat rá. Vegyük úgy, mintha álmában beszélt volna. Felejtsük el, jó? Remélem, jobban érzi magát? Kitűnően. Kitűnő, remek. Ilyen a papa! Talán inkább éljen Viktor, nem? Hiszen neki van születésnapja. Éljen a 9 éves Viktor. Éljen! Éljen! Aha! A tábornok! A legjobbkor. Eszelem! Eszenyem! Jó estét, Károly! Jó estét, Manyó úr! Szervusz, Viktor! Már megint nőttél, mi? Ma holnap kész férfi leszel, he? Sajnos! Sajnos, hogy a sajnos! Semmi, csak úgy mondtad. Az ember semmit nem mond, csak úgy! Magasságod! 181 cm táborozó! A vértesekhez! Vértes huszát faragunk belőle! Igazán kedves tábornok úr! Még hogy én! Kedves! Á, felé! Durva pokróc vagyok! Szosíts róla! Á, a bájos gyermek! Jó estét! Szóval, te nem szeretnéd, hogy én durva pokrósz legyek? Mit szeretnél? Mi legyek? Tábornok. Még hogy tábornok? Mi a szöcske? Viktor, megtiltom, hogy mi maszkodj. De kedves gyermekem, engem mindenki tábornoknak hív, nem tehetek róla. Na, mi az, amire kíváncsi? Mondja, tábornok úr, ismerte maga Bazert? Haj, Viktor! Nagyon kérlek, ne beszélj a porosz francia háborúról. Hidd el, senkit sem érdekel, és tudod, szegény férjem súlyos beteg. Már az is elég neki, hogyha csak megemlítik ezt a témát. Rögtön dühöngeni kezd. Megígéred, ugye, hogy nem beszélsz róla bőle többet. Megfogadod? Kutyuli, mutyuli! Már megint froclizza magát, Teréz. Kérem, ne haragudjon rá, hiszen még csak 9 éves. Igaz, hogy csak ma 9. Inkább üljünk asztalhoz, jó? Viktorkám, asztalhoz. A 9. születésnapodra. Igen, a 9. Én pedig az én hőszeretett anyukám, imádott apukám, tábornok úr, Manyó bácsi, és Manyó néni egészségére ürítem. Iszom Eszterlány, meg a mi kitűnő cselédünk, Lili egészségére. Igen.
És most? Szabadj nekünk valamit, Viktor! Menj, kisfiam, ne kérezd magad! Vagy talán Mányó úrék előtt szégyenkezel? Előttük ne. Hát akkor meg ki előtt? A tábornok előtt. Ki ne lejzzum el! Hát csak tudsz valami költeményt? Mindenki tud legalább egy költeményt! Tudnám, milyen szépen szabad! Tábornok úr! Csak az ön kedvéért! Na! És Franciaország dicsőségére. Azt mondtam én, édesfiam, ne menj, fiam, a csatába. Lelkem, fiam, drága vérem, katonának fából lába, ne menj, fiam, a csatába. Azt mondtam én, édesfiam, minek ölnél, minek mennél. Lelkem, fiam, drága vérem, testvéred bitója lennél, s talán te is odaveszni. De most mondom, édes fiam, hallod, fiam? Megvirrat már, szól a kakas, kukorékol, veszélyben a föld, a határ, az erdő, a dalos madár, hazátlanok szent hazáját, ezer szívvel, ezer karral szerest, fiam! Védd meg, fiam! Milliónyi akarattal, tűzzel, vossal és haraggal! Most én mondom, szülőanyád! Kod kérek! Beszélj, Antal bács! Élj, Antal! Háj, ne terézz! Gyerünk, Tamás! Tisztor, beszélj, tisztor! Puss, legyen a kurva életben! Tisztor! Tisztlók! Kikérem! Tisztlók! Ott parádéztak az arab stelivéreken felcitomázott néger lakályok közt. Legelől Feder, aki meghódította Szenegált és felső volt, tehát ő volt a felső voltai alkirály. Bika háton érkezett, mögötte másfél ezer szpáni. Szemben a vadállati szamaka sereget, feketén lett tőlük a sivatag, de Feder rájuk se hellett. Megállt! Az egyik lakály rohant, és a bika oldalának támasztotta a kinyitható rézlétrát. Feder méltóság teljesen lemászott. A homokba szúrta, a nemzeti lobogót, miközben így szólt. Éljen a harmadik köztársaság, amely garantálja az általános tankötelezettséget, az állampolgári jogokat. Biztosítja a dolgozó osztályoknak a munkához való jogát, a forradalomnak ezt a legszebb gyümölcsét, és aki másképp gondolkodik, az tisztó, és az a fiak megcsúcsálják a tökeit. És Bazen? No! Viktor! Bazen! Beszéltem én már neked Bazánról? Hogy... Nem! Dehogy nem. Drágám, hiszen épp most meséltem el. Meg vagy. Végre elkaptalak. Nesze! Nesze, te kosztos Bazán! Nem sokára úgyis meghalok. Csak a feleségem fényképét temessétek mellé. Nem, köszönöm önre, nem tartok igényt, tisztelendő atyám. Könyörgök, hagyjuk a zsoltárokat, inkább mondjuk ki nyíltan, katonák, az a nagy büdös helyzet, hogy engem felszarvasztak. Úgyhogy ne vacakoljatok. Célozzatok pontosan ide, a szívem közepébe. Hámozom, Én ezt megmondtam előre, és már több, mint egy hónapja így megy, hát én ezt nem bírom tovább! Antal bács, a francia nemzet nevében ezennel a becsületrend lovagjává ütlek. Köszönöm, Viktor. Hidd el, én is szeretlek.
Szívből megindított a vers, amit szavalta. Kiírta. Viktor de la Prade. Azért választottam, mert őt is Viktornak hívják. Nem elragadó! Mi az? Ezzel te sírsz? Bántogtok anyád! Terész, kérlek, ma ne légy vele szigorú! Ha most álltak a nyalogatát, nyalogasson, ha egyszer szereti! És akkor nyilván kedvet állod, és ő is szavar nekünk valami. Most te következel, ugye, Eszter? Igen, papa. Egy kis csendet kérek. Köszönöm. Jó, jó, jó. A köpülő, a teljes köpülője, lépre csalta a cicát, mint egy mézes bögre. Jó, a hentesünk, hozzá csapja bárgyát, szétvágja a burzsújnak, lépét szívét máját. Jó, nyaljál bele a frissen köpült vajba. Teljesünk a hentes fejét nyomkodja a szarba. Jó, ezen közben elől-hátul hétrét, megköpöli szomszédunk a teljes feleségét. Vége. Bűbájos. Viktorkám. Csókold meg gyorsan Eszterkét, és köszönd meg neki szépen. Ez csodálatos volt, Eszter. Szívesen megcsókol. Hely, akira helyzuhát! Hogy tudtam én jújújuszni valamikor? Jújújújújújújú, bum! Jó, recs! Jó, recs! Tábornok úr! Csak nem azt akarja velünk elhitetni, hogy már nem tud! Csinos párocska! És milyen magas mind a kettő! Fogadjunk, hogy egybe kelnek! Jaj! De miért ne, Teréz? Igaz is! A mi Viktorunk meg a maguk Eszter. Én ugye még soha nem gondoltam erre, de miért ne hívhatnák Esztert is Pomelnak? Hiszen én is Pomel vagyok. Persze ezen még ráérünk gondolkodni, de olyan szépek így együtt. És akkor a két család is egyesülne végre. Ugye, Károly, neked is ez a vágyad. Istengém, Teréz, Emilia, ráérnek arra mi? Dehogy érnek, összeadjuk őket most rögves, tréfával. Gyerekek, ezennel a házastársaknak nyilvánítalak benneteket. Biztosan játszottatok meg papás mamás. Ugye, tábornok úr, jó kis hecle. Helyes, papás mamás, remekül. Képzeljétek azt, hogy színdarabot adtok elő. Viktor, te leszel a papa, Eszter, te leszel a mama. Nyomás, Eszter, mindig az asszony kezdi. Nyugasál, kutyuskám, ne izé! Csirkehús! Ne csináld, csődörkém, zsibogok! Engedj be! De hát a férjem bármikor bejöhet! Az a löttyet szapaládé! Már alszik! Bum! Nem érzem jól magamat. Én sem. De csíra tehén! Hát mit vétettem én? Ó, szeret! Szeret!
szerencsétlen! Dal, kérem szépen. Mi történt, Emília? Fázik? Hagyjon békén. Mintával, hogy nem fázom. Maga Antal, hagyjon békén. Úgy látszik, újabb roham készülődik. Nem tudom. Nem tudom, mondom, hogy nem tudom! Mi van itt? Mi történik itt magukkal? Mi történik? Hát, édes Istenem, mit tudom én? Gyerekek, menjetek ki egy kicsit. Nem megyünk tábornak. Nem megyünk tábornak. Jól van, akkor maradjatok. Ezen közben elől hátul hétrét megköpüli szomszédunk a teljes feleségét. Természetesen. Egy árva szót se értettem az egészből. Antalka. Szegény kis bukava. Viktor! Szeretnék tőled valamit megkérdezni. Igen, papa. Semmi, majd később. A Teréznek voltak azon, nem kellett volna átjönni. Jobb lesz, ha hazamegyek. Bocsássanak meg. Igen, kérem. Bocsássanak meg. Eszter, kabátodat kesztyűre gyorsan. Nem. Egyedül megyek haza. Megtiltom, hogy elkísérjetek. Világos? Szép jó estét. Jó. Ezen közben hanyathomlok hétrét. Megköpüli szomszédunk a szomszéd feleség. Milyen jó kedvünk volt! Most meg ez a sírás, rívás! Nézzétek! Milyen szépek ezek a gyerekek! Na, rajta! Mire várunk? Folytassuk az ünneplést! Igaza van, tábornok úr. Igyunk egy pohár perzsgőt. Nagyon szívesen, de csak ha mindnyájan kocintanak velem. Károly! Egy búcsú poharat? Nem utasítom vissza. Viktor! Gyere csak ide egy kicsit! Ma vagy 9 esztendős. Mi az, amit szeretnél? Mi az, amit nagyon-nagyon szeretnél?
megígéri, hogy teljesíti tábornak. Tiszti becsület szavamra. Rendben van. Pacigolni szeretnék. Micsoda? Pacigolni. Mi negyedik Henrik király. Maga négy kézlábra ereszkedik tábornok, én a hátára pattanok, meg sarkantyúzom és körülügetjük a szobát. Jaj, de jó, jaj, de jó! Viktor, megtiltom! Ez ostobaság! Szabadottam! Tiszti becsület szavát, igaz, tábornok úr? Viktor, ez már több a soknál! Kérj valami más, gyerünk! Ugyan már! Ez nagyon kedves játék! És én igazán szívesen meghozom neked ezt a parányi áldozatot! Nyerek be, Viktor fiam! Kazona fiam, haptákba! Pattanjon fel a lóhátra! Viktor, megtiltom, hogy fölül! Szavát adta tiszti becsület szavát, igaz, tábornok úr? Ugyan, Károly? Ez az én dolgom. Szavamat adtam és meg is tartom. És még az is lehet, hogy Viktor kedvet kap a katonáskodáshoz. Hiszen még csak 9 esztendős, de már is olyan a termete, akár egy virtesé! Pici, poci... Kecs, kecs! Okos poci, ínes! Gyíte, poci, gyíte ló! Gyíte ráró! Hóha, hó! Lépik! Lép! Üket, üket! Üket, lép! Csapás, micsoda, gyerekek is mindnek a nevében, még itt vagy te is! Én! Mindig csak én! És mi lesz velünk? Nyilván megint rajta kapnak bennünket! Eszter! Igen, ők az árulóink! Akarattalul persze, legalábbis remélem! De ők? Vagy kész akarva csináltak? Nem tudom, de a titkunk már nem titok! Emilia! Minden tud! És mi lesz velünk? És Antallal? Add a háborodat! Kétségtelenül! De is az vagy! És a tábornok, Emilia, az a rohadt kölyköd, mindenki háborodott. Kész őrültek háza. Hát én ezt nem bírom tovább. Vége. Haza nem mehetek. Itt nem maradhatok. Pedig imádlak, kutyucska. Csirkehús! 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 Simogok! Vigyázz, édesem, bármelyik pillanatban visszajöhetek! Csirkehús! Nem bírom! Nem bírom, vigyázz rá te! Gyerünk! Bocsáss meg, kis csirkém, de óvatosnak kell lennünk! Nehogy megint rajta kapjanak bennünket! Kérlek, könyörgöm! Én már semmit sem értek! Óvatlanok voltok! Ez nyilvánvaló! Igaz, hogy még kicsik és nem értenek semmit, de látják és utánoznak, mint a majmok! Az én lányom! De csak érjünk haza! Ne fenyegeti még ezt a lapot, a kis ringyó! Majd adok én neki kutyulit, meg kutyulit! És a tábornok! Még ezt akarta házasítani őket! Elsüllyedek, szégyenekbe! Az biztos, hogy kínos lenne! Még a kínos! Finoman fogalmazol! A legtisztább érdeklődés lenne! Ha csak rá gondolok! Csókolják egymást! Miközben bennünket utánoznak! Az a lötyek szafaládé! Már hajtni! Ne! Kérlek, te
szemét, könyörgök az ég szerelmére, izgatott vagy és ideges. Igaz, hogy a körülmények véletlen összejátása ellenünk szól a kurva életbe. De én nem mindent letahathatom. Most már mindegy. Gyere, csődörgém, szállj belé! Így, megölöm, hogy te bármely pillanatban visszajöhetnek. Mindegy, gyere, Zsibogó. Kérlek, csak csináld. Légy olyan szemérmetlen, amilyen csak akarsz. De figyelmeztetlek, ha így folytatod, én is elvettem a fejemet, és a végzetes lesz mindkettőnk számára, hallod? Mindenki számára. Csirkehús! Csirkehús! Ne olyan heves! Csirke! Ön asszonyom, csipke finom könnyedségével, és te atyám, mint a ma született bárány, minden este megjelentek az ágyam fölött, vacsora után. Csönd van, csak a varrógép zümmögését hallani, meg anyám szipogását, ahogy a hálóingemet varja. Miközben arra vár, hogy csapodár férje hazatérjen. És én néha álmaimban mamának nevezem ön, máskor meg revolverrel a kezemben, állarcban berontom a szobájába, és arra kényszerítem, olvassa föl nekem az Iliászból az alábbi részt. Apád emlékére kérlek, könyörülj rajtam, mert én még nálánál is szerencsétlenebb vagyok. Azt tettem, amit senki ember fia ezen a földön. Megcsókoltam annak kezét, aki megölte a gyermekeimet. Már megint a házi feladatából idén! Elképesztő! Hol hagytad a tábornokot? És az anyádat? És hová letette? A tábornokot bekötöttem az istállóba. Anyám a hálóingemet varja, hogy szokta, Eszter pedig még mindig röhög. Készakarva csinálja, látod? Megmondtam, hogy készakarva csinálja. Viktor! Gyere ide! Ez az első pofon, amit tőled kaptál. 9 évig vártál rá, de most szolgáljon leckén. Végre egy lecke, amit nem kell megtanulni. Belesett! Na jó! Nem fogsz kimelegedni, atyám? Asszonyom! Ó, köszönöm, asszonyom, köszönöm! Örülök, hogy a javát Eszternek tartozatja. Na? Kiröhögted magad? Mi az, hogy Istenként majdnem szétfukkattam? A világ csupa ellentmondás. Itt van például Manyó, aki a legjámborabb ember ezen a földön, és most úgy villog, mint a kés a mamelyek kezében. Ezzel szemben én, aki háborúságra termettem, most jámbor vagyok, mint a csendőrök alsó nadrágja. Ó, tábornok úr, micsoda remek hasonlat! Miért, mit mondtam? Általában mindig az ellenkezét mondom annak, mint amit gondolok. De maga elég okos ahhoz, kedves Károly barátom, hogy kijavítsa. Túlos, tábornok úr, épp elég hülyének érzem magam. Világos. Hiszen ha valóban okosnak tartja, akkor azt kellene mondani, hogy hülye tábornok. Igaz, Viktor?
Igaz, de akkor azt kellene mondanom, hogy te vagy a legnagyobb hülye. Csak ön után tábor. Ja! Na! Hát így sohasem érünk a végére ennek a szópárbajnak, így hát magam teszek pontot a végére. Viktor, köszönj el is más lefekült. Kivel? Mi? Kivel? Hogy, hogy kivel? Kivel? Hát mit tudom én? Eszterrel vagy az anyáddal kedvedve hozzá? Mi baj? Mit mondtam? Nem értem. Az egyik folyton titkolózik, pimaszkodik, a másik meg mindig az ellenkezőjét mondja annak, amit gondol. Ez a majom meg majmolja. Minden a visszájára fordult, és én nem értek egy kukkot sem. Hát mi van abban? Ha a kisfiam, aki még csak 9 éves, megkérdezi tőlem, hogy kivel feküdjön le, Eszterrel vagy az anyjával, mit kell ezzel fölháborodni? Hát nem azt mondom, hogy pápával? Miért? Hát mit kellett volna mondanom? Kivel kell lefeküdnie? Szóval kivel kell lefeküdnie? A cseléddel! Ennyi, Viktor! Nem szégyeled magad! Én szívesen lefekszem veled, Viktor. Na, a kis ringyó is megszólal. És ön, tábornok úr, ön is szívesen lefekszik vele. Azt mondom, igen, elhiszik. Igen? Azt mondom, hogy nem úgy vélik, hogy hazudok. Disznó! És az a semmi! Így csak azt mondtam. Mocskos disznó vagyok. Itt mindenki jót akar nekem, összegyűlnek, hogy megünnepeljék a születésnapot, és mindenkinek szomorúságot okozok. Megrikatom az anyámat, gondot okozok az én kitűnő apámnak, felkavarom Manyú asszony lelki világát, szegény férjét az őrületbe kergetem, lejárom a hadsereget, és Lilit, a cselédünket gyanúba keverem, aztán itt van Eszter, a kármis csöpség, őt is belerángatom. Piszkos ügybe! Hát mi történt le? Megváltoztam. Már nem vagyok, Viktor! Én vagyok a tékozló fiú, aki csak szégyent hoz szeretére. Válaszoljatok! Vagy én vagyok a lábra kezd bűntudat? Akkor már inkább a halál, mint a becstelenség. Tárjátok ki a kaput, engedjetek utamra, és majd vágjátok le a borjút 25. születésnapomon. Itemre Károly, ez úgy hangzott, mint valami gyónás. Ha pap lennék, azt kellene mondanom, ezt a fiút megszállta az ördög. Na ide hallgasson, tábornok! Én republikánus vagyok. Azok voltak az őseim is. A szép apám 48-as volt. Az ükapám kommunár! Radikális elveket vallok magam is! És merem remélni, hogy a fia, akit még csak meg sem kereszteltettem, és első áldozó sem lesz, ígérhetem, sohasem lesz bigotos csazaváló. Hanem mi lesz belőle? Polgármester, a mennykőbe is. Nem igaz, Viktor Károly? Károly Gőző. Nem szabad befolyásolni a gyerekek hivatását. Mondd meg kicsit. Mi szeretnél lenni, ha nagy leszel? Kannibál. Imádom a húst. Én kezdek félni tőle. Hülyéskedik! Más lefeküdéskész! Szó sincs róla, Viktor, nem megy lefeküdni. Ma az ő születésnapját ünnepeljük. Itt marad az ünnep végéig, és kész. És hogyha húsra vágyott, akkor majd én adok az enyémből. Ez a huncut kicsike. Ez okosabb, mint mi. Én akarom védeni Viktort, de ma... Tényleg az ő születésnapja van. És annyira szereti a húst, hát adjatok neki húskonzervet, annak semmilyen íze sincs, és legalább nehezen emészthető. Én is mindig azt adom Eszternek, csak folyton le kell fognom, hogy beletömessem. Még az is lehet, Károly, hogy hentes lesz a fiadból, ha ennyire szereti a húst. Más hétes fenét nem lett belőle semmi. Ha csak nem züllött, lesújtott csavargó, gengszer! Meglátjátok, egyszer még a vérpadon végzik. Károly, már megint megfeledkezik magáról. Még hogy a vérpadon, ez talán túlzás, nem? Az imént egy polgármestert akart faragni belőle, és meg egyenesen a vérpadra küldeni. Gyere a mamához, Viktorkám, gyere.
Az apád hülye. Na! A végén még téged is meghülyít. Egy ilyen fiút, aki mindenből kitűnőre vizsgázott. Az az igazság, Károly, hogy te féltékeny vagy a fiadra. Én. Egyszerűen féltékeny. Hiszen te világéletedben hülye volt, és te az is maradtál. Hát mire vittette? Ha a bátyád nem támogatna, abból a vacak vámhivatalból is kirúgnának! Igen, engem! Fizetésedből eddig is éhen döglöttünk volna, ha én nem kapnék járandóságot a hozományom után. Te akarsz tanácsot adni a fiadnak? Te akarsz beleszólni a jövőjébe? Röhögnöm kell. Ha-ha-ha-ha! Belehalok a röhögés! Hát dagadj meg a kurva életbe! Dagadj meg! Csak ne bőgj! Röhögtem, ha? Egyszer végre röhög, jó kibakod! Na! Most legalább megnyugodtam! Mi van? Ha táncolok, megnyugta meg az idegeim! Már én is azon a ponton volt, ami rázendítek, mint azzal a sóvor. Úgy hajtál választott el attól, hogy bazennak néztem magát, és eleve nem meggyúztam, kedves tábornok. Jaj, Károly, legyen elnézőbb az urammal. Kusz, pofa be! Jaj, bocsásson meg szerint, ne haragudj, de értsék meg, megőrülök. Haza nem mehetnek, mert Antal feltető a tombol még. Mi sem fekhetünk le, amíg itt vannak. A gyerekeket hiába kényszerítjük ágyba. A Viktort ágyba küldjük, mit kezdjük Eszterrel? Tartsuk itt. Bízzuk a tábornok. Tábornok úr! Már a mester a stratégiának. Könyörgöm, találjon már ki valami megoldást. Mi? Hagyjál mit? Akármit, ha kell, szeretnél egy ágyat. Ágyút. Az olyan egyszerű volna, mint hogy gondoljon. Táncol le, kármány, ahol vívő lesz, táncol le, kármány, ahol. Csoda. Hát nem ismersz meg? Nem. Nézzél meg alaposan. Ez Pomellék lakása. Ida vagyok. Nem emlékszel, Emilia. Három Idát ismertem az életemben, az első... Én valószínűleg a harmadik vagyok. Ida Mortmára nevem. Ida... Mortmár! 7 éves voltam. Én pedig... 13. Bocsáss meg, nem ismertelek meg mindjárt. Én azonnal megismertem. De hát olyan régen volt. Foglalj helyet. Ó! Bocsánat, még be sem mutattalak. Lonsze gyűrtábornok. Eszterem! Mányó asszony. A kislánya Eszter. Ez a férjem. Károly. Ő pedig a fiam, Viktor. Kérlek, foglalj helyet. Furcsa érzés ennyi idő után így véletlenül összetalálkozni. Hogy véletlenül? Hiszen feljöttél hozzánk. Természetes tehát, hogy itthon találtál. Én nem hozzád jöttem. Tessék? Én Pomell asszonyhoz indultam. Na hát, nem én vagyok Pomell asszony. Nem, illetve igen, hiszen most mondtad. Csak hogy én nem hozzád jöttem. Úgy érted, hogy a gyerekkori barátnődet kereste, de nem tudtad, hogy ez közben férjez. Valóban nem tudtam, de nem hozzád indultam. Várjanak, mindjárt megmagyarázom. Pomell asszony 10 éve a barátnőm. Néhány éve ment férjhez Pomell úrhoz. Azelőtt a Pasteur körúton, akkor ma pedig a Lagard utcában. No. Hiszen ez az, ez a Lagard utca. Mindjárt megértik. Azt tudtam, hogy a Lagard utcába költözött, hiszen megírta. De szórakozottságomban elégettem a levelet, és így nem emlékszem a pontos házszámra. Kiszálltam tehát az autóból, és megkérdeztem a zöldségest, aki a te címedet adta meg.
Így kerültem ide ebbe a lakásba, és itt találtalak téged, gyerekkori barátnémet, akit több mint 20 éve nem láttam. A helyet a pomelasszonyáját, akit kerestem, és aki a jelenlegi barátnőm. Döbbenetes. Ezek szerint 2 pomelasszony lakik az utcában? Pontosan! És nem is tudtak egymásról, pedig lehet, hogy éppen itt lakik veletek szemközt. Hallatlan! Hát tudja, asszonyom, ha mindezt egy drámaíró találta volna ki, hogy magát itt és most megjelentesse, azt mondanám, valószínűtlen az egész. Igaz is lenne, de hát kérem, ez a tiszta igazság. És melyik zöldségestől kérdezted meg a címemet? Attól, amelyik itt van az Arbalet és a Lagarde utca sarkán ott a kávéház mellett. Elképesztő. Mindössze 3 napja vásárolok nála. Hát ez hihetetlen. Tényleg hihetetlen. Már csak azért is, mert képzelje el, asszonyom, mielőtt ön belépett volna, én azt kérték tőlem, hogy szerezzek egy ágyút. Egy ágyút? Igen, egy löveget. Ugye az imént tréfát, asszonyom? Nem, ez nem tréfa. Betegség. Istenem, micsoda gyalázat, micsoda szégyen. Drága idám, drága barátnőm. De hát mi történik itt? Mi van veled? Boldogtalan vagy? Miben segítetek? Hát olyan régen elszakadtunk egymástól. Nem bírom. Nem bírom. Kérem, bocsássanak meg! Én tudom, hogy undorító, de nem tudom visszatartani. Ez egy kegyetlen, szörnyű betegség. Hogyan magyarázzam meg? Már egy kis izgalom elég, hogy kiváltsa. És hiába tudom, hogy találkozom veled, de nem tehetek semmit. Mindennél erősebb. Hogyha megpróbálom visszafolytani, csak rosszabbul járok. Minél jobban erőlködöm, annál nagyobbat szól. Ja, én megölöm magam, ha ez így megy tovább. Én megölöm magam. Fura história. Nevessenek csak! Nevessenek! Tudom így van, hogy nem lehet visszatartani! Én nem is haragszom érte! Csak nevessenek! Legalább kinevetik magukat, és utána egyikünk sem lesz zavarva, sem maguk, sem én! Mindjárt! Gattak és körülrajongott, hiszen ott házam van Párizsban, kastélyom a hegyekben, villámkámban 4 autó, jachtom, gyémántjaim, gyerekeim, kérjem a híres bankár Theodor Mortimer, és én soha senkit nem bántottam meg, legfeljebb a mesebeli fingó király. Kérem, bocsássanak meg, és engedjék meg, hogy távozzon. Nem! Ne menjen, asszonyom. Ne menj, még maradj. Éppen most ünnepeljük a fiam születésnapját. A házmester már lefekült, már mindenki alszik. Ma éjszaka úgysem találod meg a másik pomellasszony. Maguk vidáman szórakoztak, és én belerondítottam. Csak úgy betolakodtam ide.
Jobb lett volna, hogyha kidobottnak a szobalánya, legalább elkerültük volna ezt a kínos és kellemetlen találkozást. Aj, ugyan dehogy, asszonyom! Éppen beszegettünk, amikor betoppant. Tessék, nézd el, látja a cserepeket? Előbb csak ugrattuk egymást, aztán komolyra fordult a dolog. Ha nem jön, még tragédia is történetett volna. És mondja, nem lehetne, hogy magát ebből a dologból kigyógyítsak? Ha lehet, tábornok úr, akkor ne beszéljünk róla. Ez az egyetlen gyógyód. Tudom, hogy most azt várják, hogy elmeséljem az életemet átozzéig. De hát, Emiliám, te ismered az át. Maguk meg látták az ét. Mi csak az effet ismerjük. Fantáziájának fenkölt folyamatát, fogsorának fehérségét, fürtjeinek festői finomságát, fiatalságát, forró, füllett, fejedelmi futó vendégként fogadhatjuk csupán fedelünk alatt. Ön a gázok csodás vegyülékét tárolja hasában. Belei, mint a szivacsok. Magukba szívják a gőzös kipárolgásokat. Mit számít néhány szénkeverék, gonosz puffanása, néhány orfacsarú vegyület? Úgy hottyant közén, mint gyémánt lepény az aszfaltra. Asszonyom, maga a lábra kelt illat. Jaj annak, aki összetörte a vázánkat, és az ön útjába került. Mit mond? Ne törődjön vele, asszonyom, félre beszél! Legyen erős, asszonyom, apám nem tudja, mit beszél. Na, hát, föl kellene pofoznom! Mire vár rajta a fenébe? Tábornok magának, ha régen berosdásodott a fityülője, mint a kardja, és bűzlik, mint a bakazokné. Asszonyom, lemondhat a fiát. Anyám, halott magzatot tápláltál? Viktor, mit jelentsen ez? Fájni fog a hasam. Érteni akarom! Mit jelent ez? Ezt érezni kell, apám. Viktor, gyere itt. Eszter, te is? Nem megyek. Félek. Félek ettől a nőtől, aki egyfolytában fingik, és olyan, mint egy büdös kutya. Inkább kimegyek. Még megfizet maga a gyerekrabló. Eszter! Na, Eszter! Rohanok én is, a kicsike képes belesik a szögőn. Még belefullad nekem. Micsoda balhé! De hát mitől rémült meg ennyire? Van rá oka. Az apja őrült. Ha vagy úgy. Jó itt a térdén. Helyezkedjek kényelmesebben. Térdet mondtam, pedig valójában a combján fekszem. Tényleg milyen ostoba kifejezés. Szóval ma van a 9. születésnapod. Csak a 9. Ki tudja. Csak 4 éves koromban avattak be az idő fogalmába, úgyhogy 4 év kellett hozzá, hogy meggyőztek arról, hogy szeptember 12. jelentős nap az életemben. A születésnapom. De lehet, hogy 100 év kellett hozzá. Mit Semmi mondasz? Nem bizonyítja, hogy nem 100 év kellett. Mit mondasz? Csak azt, hogy lehet, hogy 105 éves vagy. Az ember nem él olyan sokáig, akkor már régen meghaltál volna. Az nem bizonyít semmit. Az ember bármikor meghalhat. Mondjuk 9 évesen is. Lehet, hogy meg is halok rövidesen. Csak úgy kíváncsiságból. Na, fészkeld jól be magad. Itt tényleg sokkal jobb. Viktor,
Azt hiszem, az lenne a legjobb, hogyha elmennék, mielőtt visszajönnek. Nem érzem magam itt valami jól. Hát még egy kicsi. Halljuk, hogy jönnek, akkor mindig elmehet. Na jó, ha akarod. Kéria, álljon el gyorsan valamit, hogy Eszter hajkurásnak oda. Mondja, kisfiam. Szerelmes vagyok. Hogy? Szerettel. Ez lehetetlen. Tudom, hogy nem szokták bevallani, de csak azért mondom, mert mindjárt elmegy, és úgysem találkozunk soha többet. Esküszöm, higgy el, szerelmes vagyok. De hiszen te még nem tudsz. Szerelmeskedni még nem tudok. Már minden tudok, csak ezt nem. Szóval én nem akarok meghalni. Tudja, bármikor meghaltunk. Szóval addig nem akarok meghalni, amíg nem tudom, hogy hogyan kell csinálni. Édes kisfiam, és kibe vagy szerelmes? Azt nem mondhatom meg. Azt mondjam, könyörgök. Könyörgök, árulja el. Maga hogyan csinálja. Azt nem tudom. De hogy nem tudja, nagyon is jól tudja. Könyörgök, mondja el. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Csak hogy hazudott. Mégis arra kérem, mielőtt itt hagy bennünket, tegyen meg nekem még egy szívességet, megteszi? Mondjad, kisfiam. Szeretném, ha a kedvemért fingana egyet. Te szörnyeteg! Te szörnyeteg! Jelentkezz holnap a Lafayette áruház játékosztályán. Félre lesz téve számodra egy puska. Valódi puska. Valódi töltménnyel. Na! Most már az, hogy elnézést kér, el kellett menni. Elment. Halló, jó Istenek, látod, hogy mit művelt Eszterrel? Gondolom, meghalt a kicsike. Mondom, néha, de hogy halt meg! Csak belemászott a szeles ládába, rácsapodott a fedele, csak egy kis ilyecsi. Óvatosan, vigyázz, amár érezz. Viszlát. Kisbogaram, édesem! Mama! Jaj! Jaj! Istenem, milyen kínos, milyen kínos! Nem jutok szóhoz! Vigyázz forogatást a homlokára! Egyszer kéne beddörzölni a halálkékkel! Sosból! Könnyedet! Nos, könnyedetek, nyújts ki, drága szállam! Nos, ezt köztessék, legombolják ki, hogy levegőt kapjon! Na végre már életed! Mi az, mi történt? Semmi baj! Csak elálljunk! Szabad? Tessék, ezt már megszoktam. Szegény ezt. Akár megbüntetik, akár életre keltik, ugyanaz a gyógymód. Hová tűnt a fingó hölgy? Elszelelt. Ne félj, drágaságom, ne félj. Viktor megölte. Ez igaz, Viktor? Igaz, bizony, Eszterkém. Felkaptam, leharaptam a füleit. Kiontottam a beleit, a gyöngyeit, a disznók elé szórtam, aztán az egészet lehúztam a klotyóba. Ilyen, júj! De kár, hogy nem láttam, főleg a füleit. Biztos vagy benne, hogy alaposan meghalt? Esküszöm. Nagyot sikoltott, aztán visszaadta a lelkét. Más nem adott vissza. Tehetetlen fruska! Végül is elszászt a taringiát! Mégsem adhatta vissza! Mi az? Ti még mindig itt lebzseltek? Na nyomás, pucolás! Hogy ne? Hát, tessék! Magához nem szóltam, maga rohadt gané. Hát ki? Ja, ocsmányt kérek! Vigyázzon, hogy magyarázatot kérem, mert megkapja! Hogy? Szemétláda! Hát, Antal! Semmi, Antal! Ha sokat ugrál, betöröm a pofáját, érti? Azt az álszent Billy fejét! Hát, de,
teljesen megolyódott. Na és hát aztán, gyerünk, fogd a rivantalat és marsz haza, búcsúztok és nyomás, és adjatok állát az Istennek, hogy nem beleztem ki az egész bandát. Aha! Te hülye bunkó. Ha ki? Hát már tréfálkozni se lehet. Komolyan vetted, jól csináltam, mi? Csak tréfáltam. Ha becsár mindenit, én meg komolyan vettem. Jól csináltam, jó. Mi? Jó. Na mit szóltam? A fenében, na de ilyet! Én még mindig azt értem magam. Még azt hittem, hogy megöl valakit. Anyura. Későre jár. Ráértek még! Nem, 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 most már ideje indulni. Jó éjszakát! Jó éjszakát! Csokoljátok meg egymást. Jó éjszakát, tábor. Jó éjszakát mindenkinek! Köszönjük a szép estét! Köszönjük! Jó estét! Papa! A legjobból kimaradtál, képzeld el! Volt egy nagy fekete hölgy, aki tudta mozgatni a beleit. És akkorákat purcintott, tudott fingot, hogy összekoccantak a porrak, de Viktor megölte, learapta a füleit, és lehúzta a klocsot! Viktor, ide gyere! Számolni valóban van veled! Jaj, ne! Majd holnap! Mára már elég volt. Jó, rendben van, a holnap legyen, holnap! De számolunk! Jó estét, papa! Ne! Jó estét, mama! Jó éjszakát! Csak hogy nekünk is van elszámolni valunk egymással. Holnap! Mondom, hogy holnap! Vagy nem állok jót magam! Jó, kérlek! Hol az újság? Hol a kis asztalon? Köszönöm! Nem akarsz ilyenkor újságot olvasni? Miért? Talán tavaly? Igen! Jó! Akkor majd felolvasom. Jó, azt nem bánom. Olyan ideges vagyok! Talán a hírek megnyugtak. Helyes, kezdhetem! Kezdjed már! 30 óra 90. fokon. A híres sarkutató Fíri, aki már 30. órája tartózkodik az északi sarkon, ma délelőtt dolga végeztével megevett 3 darab lágytojás, de aludni nem tudott. Ezzel szemben... Elég! Ütülök Fírire. Helyes! Lapozzunk. Na, az ember, aki nem emlékezik semmire. Az amnéziás ikerpár története. Elég. Helyes! Lapozzunk. Na, ezt talán érdekelni fog. Leváltották az Ördög-sziget kormányzóját, mert nem volt hajlandó polkázni a fegyencekkel. Diplomáciai bonyodalmak... Ezt talán érdekes mondhatom. Hadd Istenit, ha tehetek róla, hogy ez áll benne. Nem éri nem az újságot. Figyelj! Letartóztatták Ferrét. Tudod? Az anarchistát. Na és nem érdekel. Valami bűntényt keres. Nem gyilkoltak meg senkit. Nem, senkit! Sajnálom! Különben is utálom a bűntényeket. Ha érdekel, olvasd el magad! Jól van. Jól van, uralkodom magamon. Észrevetted? Remélem észrevett. Persze, hogy észrevettem. Hálás vagyok érte. Várjál! Nem olvastuk el a regény folytatást. A levegő királyai történetét, a 4. fejezet, 3. bekezdés. Ögdörú a levegő királyai. Érzelmes történet. 3. rész az államtitok.
Negyedik fejezet. A néma hölgy. Búl remegő kezekkel rátolta a retesz a férj szobájának ajtajára. Szíve a torkában galapált, szájpatlása kiszáradt, szinte termettem merett a talom bejáratát. Azt hitte, álmodik. A szalon szárnyas ajtója feltárult, s a küszöbön áttető selyemben megjelent a néma hölgy. Fekete bársonyálarcot viselt, aranyhajak virág fűzérként omlott vésülködő köpenyére, amelyből ingerlően elővillant gömbölyű karja, tejfehér válla, nyakának mámorító íve. Holnap reked hörgé is hagyd el a torkán, mozdulni akart. De csak a kezét tudtad kinyújtani, a néma hölgy puha léptekkel elindult feléje. Húl döbbente látta, hogy hónalat egy résztrombitát hoz, és hogy szemüveget visel. Ekkor már minden elhomályosodott előtte, a vér lüktetett, toppártyája dúgott, már csak a kivillanó szobbokat látta, és a néma hölgy, mint egy lágy omlet. Remegő mellére micsoda élet. Csak röhögj, te idétlen! Ma alaposan bekaptad a legyet. Jól lebuktál. Já, ezek a kis idétlen majmok. És ez az Ida Mort már. Milyen finomakat durrantott. Igazán finom hölgy. Ida Mort már. Itt a márma. Ide, oda, ide. Elmarta már, morta már. Ahogy a gázok bugybarékolva kigázolnak. Mennyei hangok az alvég tájairól. Mit mondasz? Tessék! Semmit! Csibe, mamma? Nyer ide! Kamacsoljunk ki, Zibe! Engem hagyjál már! Hagyjál! Ma este nem. Nem! Bálom is én. De
szörnyetek. Nye! Ruhástól akarsz lefeküdni? Dolgozni fogok! Dolgozni? Te? Mit, ha szabad kérdeznem? Barkácsolni fogok! Feküdj már le! Fektem! Vetkőzz le és feküdj le rendesen! De talán nem fáradtál el. Dolgoznom kell! Fekve! Barkácsolni fogok! Megőrültél? Hát ilyenkor akarsz ágyat gyalulni? Te ne kicsit legyengetem! Megőrült, ez teljesen megőrült. Fel, mit érdek a kacsára? Aztán hazugság oltalmára. Édes hazánkért hősi Na! Mára kidolgoztam magam. Holnap majd megjavítom a tükrös szekrényt. Mintha az imént meg akartál volna ölni. Igen? Lehet, nem tudom. Már is megbocsájtottam. De figyelmeztetlek, ha újra kezded. Kénytelen leszek leteperni, és addig büszkönlek, amíg szülsz egy másik biztos. Igen? Viktor! Ne! 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 Nekem Viktorról ne! Csak ma este ne. Olyan fáradt vagyok. Olyan szomorú vagyok, én már azt se tudom, hogy ki vagyok, hogy mi vagyok, hogy mit akarunk egyáltalán. Talán ez is Viktor hibája? Nem tudom. Talán az enyém? Az enyém, az én hibám, Károly. Aludjunk már. Könnyű azt mondani. Jó hét, Emília. Szép álmok. Jó hét, Károly. Bocsáss meg nekem. Felejtsük el ezt a mai napot. Megígéred? Megígérem. De én kérek tőled bocsánatot. Károly! Tessék, drágám! Te bezártad az ajtót? Be! Csöngettem, Lili. Úgy rémlett, hogy asszonyom csöngetett. Szóval nincs szükségük semmire? Bezárt az ajtót? Melyik ajtót? Feküdjön le, hülye liba! Kérem magamnak, hogy az úr ilyen hangot eszélye vele. Lili, azonnal feküdjön le! Szép kis ház, mondhatom. Hát nem, mit vagyok? Csak azt mondom, hogy az ajtó zárva van, de hogy melyik, azt nem tudom. Na tessék, hát ő is megbolondult.
Képtelen vagyok aludni. Nem tudok elaludni. Képtelen vagyok. Nem tudok. Nem tudok. Nem is akarok. Nem tudok, nem akarok. Elég! Nyugodj meg, öreg fiú. Nyugodjak meg! De te nem tudok elaludni! Befejezted? Légy szíves, Bilikém! Válaszolja a nagyságos asszonynak, mert én megfogadtam, hogy nem szólok hozzá ma éjszaka! Szóval így állunk. Rendben. Én fogok beszélni. Én, méghozzá jó hangosan, hogy azt mindenki meghallja. Üdvözl, légy Mária! Marasztal teljes! Az Úr van te veled! Áldott legyen a te országod! Megyed meg a te akarod! Miképpen menj benne, azok képpen itt a van. Minden nap. Jól van, jól van, sírjál csak. Sírjál csak. Attól megnyugszol. Sírjál. Te rét valóban a szeretőm! Tudom. Régóta tudom. Fölszarvasztuk Antal papát! Meg engem is. Elmesélem, hogyan kezdődött. Hallgatlak. Nem hiszed? Nem. Nem hiszed, hogy Teréz a szeretőd? De azt elhiszem. De akkor miért akarod megtudni a részleteket? Mert fáradt vagyok és rossz kedvű, hát ha felvidulok. Na mondja. Ez meghűlt. De ahogy hűltem meg, csupa a fül vagyok. Mondja, ki ja. Az? Én vagyok Viktor. Mit akarsz? Szeretnék bejönni. Hát gyere. Nem tudok elaludni. Hogyan? Mondom, nem tudok elaludni. És azért nem tudok elaludni, mert egy, beteg vagyok. Kettő, egyfolytában lármáztok. Beteg vagy? Egyfolytában lármáztok. Annyit lármázunk, amennyi nekünk tetszik. Beteg is vagy. Fáj valamit? Itt nagyon. A hasad fáj? Menjünk ki a WC-be, ha fáj a hasad. Az embernek akkor is fájhat, a hasa nem kell szarnia. Akkor menjen ki a konyhába, és ott vegyen be szódabigarbónát, feküdjön hanyat, tartsa vissza a lélegzetét, majd elmúlik, jó éjszakát. Ne, gyere, egy puszit, aztán mars lepegni. Hallottad? Hát tényleg beteg vagyok, és nem tudok elaludni, pedig nem is vagyok álmos. Unatkozom, és hallgatom, hogy fűrészelítek a bútorokat, meg egymást. Attól félek, hogy megölitek egymást. Már máshol is előfordult, hogy belelőtt a tükörbe, és kiderült, hogy nem is tükör volt, hanem üvegajtó. És álltak mögötte. Ráadásul nektek megvan az a szerencsétlen szokásotok, hogy a revolvert az éjjeli edény mellett tartjátok. Az ember ugye sohasem tudhatja, hogy mikor, mire van szüksége. Azon kívül a mennyezet is leszakadhat. Most csak ennyit mondok. Tudom, hogy mindenért engem tesztek majd felelőssé. Én már megszoktam. Hát, ez úgy hangzott, mint valami fölhívás gyilkosságra. Úgy látszik, azt akarja, tulajdonképpen mi a fenét akart? Aludni. Nem hallod? Nem tud aludni. Nyugalom, Emília, gondolkodjunk józanul. Ne ikasd föl magadat. Mérlegeljünk mindent alaposan. Rágjuk meg a szavakat és a gondolat, és még képesek vagyunk rá. Hát szálljunk néhány pillanatra magunkba. Na és most? Azt hiszem, szörnyű katasztrófa történik ma éjszaka, hogyha nem alszunk el. Vagy megöllek! Vagy te ölsz meg engem. Nem tudom, de érzem. Érzem a halál leheletét. Itt tolálkodik körülöttünk. Itt van. Kajnyújtásnyira. Hallod, hogy ne tedd? Elöntött a veríték. Annyira félek. Hát ha ez a halál, akkor egy kicsit illatos. Ne! Ezt ne. Ne tréfálkodj, most nagyon kérlek, vagy pedig... Mit akar? Mi történt? Tepe, kipukkadt a gumi.
Kibukkadt a gumia. Van ez így? Tudsz követni, igen? Rájöttem valamire. Teréz nem más, mint Viktor. Ő az oka mindennek. Antalt ő kergette őrületbe a kérdésére. A tábornok ez a töketlen tökkel ütött nem is létezik Viktor nélkül. Lili, tisztára Viktor. Még hasonlítanak is. Eszter a kis tündi bündi, na hát ő aztán Viktor. De mindenek fölött Ida mort már. Ő is Viktor. Hát gondold végig. Viktor. És mi magunk is Viktorok vagyunk. Mindenki Viktor! Mindenki! Ki az? Én vagyok Viktor. Mit akarsz? Beteg vagyok és nem tudok elaludni. Na várjál csak. Majd én elaltattak. Nem tudsz elaludni! Nem tudsz elaludni! Megkapta. És most? Most? Károly. Károlykám. Kicsi Károlykám, ne sírj. Drága kicsi, ne csináld már! Kucsuli, mucsu. Én vagyok Emilia, a te kis feleségem. Tudod, akit az előbb meg akartál ölni? Emlékszel, na ugye, hogy emlékszel? Én is meg akartalak ölni, de ez már elmúlt. Úgy látszik, az őrület szele csapott meg bennünk. Az őrület bűze! A tábornok bűzös lehellete! Ide marszem a seggelyukának szele! Baden hónaj szaga! Igen, az őrület szele is bűze! Aludjunk! 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 Hová raktad az ópiumos üvegcsét? Mit akarsz vele? Aludni! Én meg akarod mérgetni magad? Dehogy akarom! Csak néhány csepp ópium megnyugtatna, elkábítana. Neked nincs rá szüksége? Ott van a fiókban. Itt ki! A harmadát! Többit hagyd meg nekem! Biztos, hogy nem árt meg! Így már meg! Egy most zsupsz az ágyba! Végre megnyugodtunk, Emilia! Végre alhatunk! Igen. De nincs a világon az a gyógyszer, és nincs semmiféle kábítószer. Nincs a világon az a hatalom, ami felettetné a mai éjszakát. Istenkém, mennyi csillag! Meg kell, hogy gyónjak, Emilia. Attól megnyugszom. Tudod, ő olyan szép. Kérlek, Emilia, ne haragudj! Az egész 7 évvel ezelőtt kezdődött, amikor egy délután teázás közben összeért a kezünk, ahogy a cukortartóért nyúltunk. Akkor lettem szerelmes. Tudod, Teréznek olyan a lábfeje, mint egy 5 ágú eperlevél. Akkor vettem észre, amikor be akart mászni az ágyba, tudod, a garnizszállóban, ahol először találkoztunk. Áj! Kiáltottam rá. Maradj így! Istenem! És a combjai között pont olyan, mint a bajszom. Csak nem vízszintes, hanem függőleges.
és ahogy megpödörgettem először a baloldali, majd a jobboldali szárát, ő csak mosolygott, és a hóna alá rejtette az arcát. Oh. Nem untatlak? Szó se róla, édesem. De Réz igen boldog lehetett. Ugye? Remekül mesél. Szinte látom magam előtt az egészet, de úgy, mintha ott lettem volna. Na, folytasd. Jaj. Szentasszony vagy, Emília. Igazi szentasszony. És Teréz? Teréz, amely a kis fenyőrigó és nádi poszáta. Töltött galam. Így szoktam őt becézgetni, hogy poszátám meg. Tengelicém. Tudod, szívesebben neveztem volna virágnak, de Teréz olyan tehénszerű, olyan csírat tehén. És én virágban ilyet még nem láttam. Így aztán ő lett az én kis csírat tehén tengelice poszátám. És én? Én mit vagyok neked? Mi akarsz lenni? A feleséged. Én meg a fiad. Igen. Igen, Emília. Te vagy az én feleségem. Viktor! De pedig a fiam. Jaj, Isten! Milyen szerencsétlen vagyok. Erégy lefeküdni. De beteg vagyok. Sok pihenésre van szükséged. Eredj! Nagyon fáj. Feküdj le, kisfiam! Good night, mother. Károly! Károly, gyere be! Károly, gyere be, megfázol! Bernát hásod, Károly, gyere már be! Nem! Hiába bujócskázol, látod, gyere már be! Kushadjál! Hülye liba! Elég, elegem van a komédiázásod, majd gyere be! Hát jó. Hát így is jó. Szép kis ópium! Kábulat helyett hasmenést okozott. Kimertél volna a WC-be? Szép dolog a kertet csinálni, mint a kutyák. Oda szarok, ahová akarok! Igen, ne fenekedj! Majd arra kell leszarni a rózsákat! Ne! Aludni! Jaj! Aludni! 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 És még csak nem is védekezem. Igazad van. Undorító, én álszent vagyok. Pocsolya disznó. Na, kértem bocsánatot? Még nem? Akkor most kérek. Kérlek, bocsáss meg. Rendben van, megbocsátok, de a sorsodat nem kerüled el. Sorsomat? Rossz előérzetem van, Emília. Mint a készülődne ellenem valami. Micsoda? Nem tudom. Magyarázd meg! Csak olyan előérzet. De mi az? Félek! Mit félek! Jön? Félek, hogy... hogy nem vagyunk a helyzet magaslatán. A magaslatán? Te úristen! A helyzet földszintjén vagyunk. Esetleg. Aludjunk! Remélem nem kérek sokat. Asszonyom! Azt hiszem, csengetnek! Ha! Azt hiszem! Biztos, hogy csengette ki, nyissa? Nyissa! Ki a fene lett ilyen késő? Miért? Hát hány óra? Vasárnap! Ki az, Lili? Menjó asszony! Teréz! Eszter! Hol van Eszter? Eszter? Kiszaladt, miközben azt kiabálta Viktorhoz akarok menni, Viktor lesz a papám, az apucikám! Hülyeség! Hol van ostobaság? Úristen, micsoda éjszaka! Szóval hol van Eszter? De nincs itt, édes barátnőm! Higgy el, megmondanánk, ha itt lenne, de sajnos nincs. Nincs itt? Csak nem rajta akar bosszút állni, Emília, mi? Csak nem akarja meggyilkolni a lányomat! Meggyilkolni ezt? Miket beszél, Teréz? Hát nincs elég ölnivalom nekem családom belül is! Tessék!
Na meg tudja Teréz, és nehogy Isten, hogy a saját kárán tudja meg. Lányom, olyan biztos vagyok benne, mint hogy engem Teréznek hívnak. Jaj, Teréz, térjen érte, tehát hol jött volna be? Itt van, értem, hogy itt elég, van. Hagyja el a lakásunkat. Menjen szépen hozzá, jöjjön vissza holnap. Már éjszak erre fegyverszünetet kötöttem a feleségem, ma majd holnap mindent elintézem. Én egy tapot a csalányom nélkül. De hát nem dugtam zsebre. Akarja viszont a fiam. Teréz, kérem, menjen haza, becsület szavamra, Eszter nincs itt. Tudom, hogy itt van, csak eldugta. Már az imént bele akarta folytani a szenes ládába bosszúból, mert a férje engem szeret. Hát igen is engem szeret. Már 7 éve csaljuk magát az orra előtt, maga száraz, maga roskatag. És a férfi volnék. Én is ott hagytam volna magát, csak én képtelen lettem volna gyereket csinálni magának. Micsodára lett volna képtelen? Aj, csúnya dolgokat beszélt össze-vissza, Teréz, nem tenném a maga helyében. Igazabban. Bocsásson meg, Emilia. Eszembe sincs, hallja? Eszembe. Soha életemben nem bocsátok meg magának. Teréz, kérem, menjen haza! Antal nyilván nyugtalan! Isten, még hogy Antal. Hiszen ő kergetett el. Még hogy nyugtalan. Hálóinkbe kiállt az erkélyre, és vezényszavakat kiabál. Jobbrát! Barrát! Előre! Halál a poroszkutyákra! Időnként levizeli a járókelőket. Ezt sikoltozva menekült előle. Viktor kest! Én már mindenütt keresem. Károly kérem, hát engedj, hogy megölje! Segítség! Gyilkosok! Szóval ezért kellett bezárnom az ajtót, mi? Itt csücsül az egész, hát minket bámulnak a gyilkos családok. Hát jobb lesz, ha maga meg befogja a száját, hallja? Mert különben én nyitom ki az enyémet. Hogy jutottál be, kislányom? Bemásztam a konyhába. De miért jöttél? Csak látni akartam Viktor. Engem akart látni. Na jó, de miért? Nem mondta meg? Mondtál valamit? Igen, azt mondtam, hogy jó estét, Viktor. És? Más nem mondott? Aztán elaludt. Én meg fölébredtem az üvöltözésetekre. Elviszi! Vigye haza! Nekem túlságosan pályosan. A hangom. Áldott legyen a neved, Istenem! Megértettem, hogy őt küldted hozzánk! Ó, Isten! Eszter szökése az isteni gondviselés kinyilatkoztatása volt! Térdre, gyermekeim! Térdre, Károly! Térdre, Teréz! Rebegjünk hálát a mindenhatónak, aki a kifürkészhetetlen végzetet irányítja. Íme, itt vagyunk hárman, mintosak a véletlen hozott volna össze bennünket az éjszaka kellős közepén. Teréz, a házasság törő asszony, kérem Teréz, ne tiltakozzék. Károly, a méltatlan apa, és én, a megcsalt asszony. Valamint gyermekeink, a bűnbeesés tanúi, és a megváltás ígéretei. Értem én is. Hát ez csodálatos. Halleluja! Értem én is. Megvilágosodásom van. Jézus, Jézus. Csoda. Csoda, megvilágosodásom van nekem. Nekem meghasztani is. De fáj, a rohadt! Emelkedjetek fel, gyermekeim! Emelkedjetek fel! Nyújtsa a kezét, Teréz! És helyezze Eszter fejére úgy! Hadd ide azt a bűnös, kicsapongó kezedet, Károly! És helyezd Viktor fejére úgy! És most imádkozzatok! És esküdjetek meg az Istenre! És a gyermekeitek életére, hogy ellenálltok a kísértésnek! És soha többet nem vétkeztek! Esküszöm, hogy soha többé nem fekszem le magával, Teréz, és soha többé nem csalom meg Emiliát, hanem mint a fér leszek. Esküszöm az évetedre, Eszter, hogy gátottam meg bűnös szenvedélyemnek, amit Károly iránt értek, és ápolom Antalt.
Mit? Köszönöm. 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 Köszönjük. Köszönöm. Köszönöm. De fáj. De fáj. Nem szűnik, Viktorkám. Itt fáj, itt. A vékony mele. Már megint, itt másra csinálnak, csak csöngetnek. Ki az, Mária? Szoba lányom. Mit akar? Azt akarja, hogy jöjjön be, Mária. Asszonyom, a felmondásomat hozom meg ezt a levelet. Választ nem kérek. Szép jó estét mindenkinek. Mi történt, Teréz? A bolond Antal felkötötte magát. Mi? Hogy? Te sem? Hogyan? Felkötötte magát az erkélyen. Hálóingbe. Hálóingbe? Lehetetlen. Olvassa. Na, hát mi áll benne? Na! Szia, Trézsi! Isten veled, én felkötöm magamat. A sodrófát, amivel annyi pompás mandulatortát és leveles süteményt sütöttél, beledugtam a zászlótartóba, de előbb jó erősen rácsomóztam a zöld függönzsinót. A fejemet bedugtam a hurokba. Ezt előbb jól megszappanyoztam, hogy kényelmesebben csúszson. És most lengek a szélben, mint valami győzelmi lobogó. Illetve nemzeti színű, mert a hálóingem alá felvettem a dragonyosok kék dolmányát és piros pantalóját. Búcsúzóul még felraktam a lemezjátszóra a himnuszt, így igazán szépen halok meg. Utolsó kívánságom a következő. Mielőtt levágnátok a kötéről, először törjétek össze a lemezt, majd szaladjatok le és hozzátok fel az utcáról a Hosentrogeremet, lejtettem. Viktor sokáig hordhatja még. Isten veled, Trézsi. Isten veled, Teréz. Anta. Utóirat. De igaz, el ne felejts megkérni Károlyt, hogy vigasztalja meg Esztert, elvégre az ő lánya. Aha! A házasságtörő viszonyomból született. Így a legjobb. Ő nem fog siratni engem, én meg örökre kiírtom a földről a szerencsétlen fajtámat, az agancsos Balek. Mi az az agancsos Balek? Mi az az agancsos Balek? Erdei áll. Elég. Elegem van. Nem bírom tovább. Túl sok. Túl sok. Betelt a mérték. Kicsordult a pohár. Akkor ne öntsetek bele többet. Kis kertemben mi mozog? Rókakom a vánszorok. Az udvarban mi remeg? Szegény agancsos Balek. Kis kertemben mi mozog? Károly! Tessék, drágám! Kísérd haza Esztert és Terézt, és intézd el a hivatalos ügyeket. Köszönöm, Károly. Elintézek minden egyet. Hogyan, Teréz, a halász jön előtt. Jaj, Emília, szentasszony van, szentasszony. Menjetek, csak igyekezzetek. Nem, mint a megbíznék az eskütökbe. Gondolom, a halott lábainál mégse lesz a pofátokon bőr szerelmeskedni. Megőrült, Emília. Szerelmeskedni? Ma este? Hiszen
Megesküdtünk a gyerekeik életére, és maga megbocsájtott. Ismerem a férjem. Ha rájön a bagzás, a befőttes üvegnek is neki megy. Jaj, Emília, ugyan! Légy nyugodt! Légy egészen nyugodt! Mi az, mi történt? Mi történt? Viktorkám! Istenem, Úristen, hát mit vétette? Elájult a folyosó. Károly, vidd már innen felész meg ezt, és szaladj gyorsan orvosért! Viktorkám, báránykám, drága jó fiacskám, mert te legalább az én fiam vagy, ez biztos. Viktor, Károly és Emília gyermeke, esedezem hozzád, válaszolj. Ó, Istenem, mit tegyek? Szent József, Szűz Mária és minden szentek legalább a nyelvét oldjátok meg, hogy válaszolni tudjon kétségbe esett édesanyja jaj veszékelésére. Hallgat, most meghaltál? Meghalt? Nem, az nem lehet. Hát azt éreznem kellene. Semmi nem olyan érzékeny, mint egy anya belső szervei. Most nem érzek semmit. Jaj. Mozog! Na hát, akkor te nem haltál meg. Ott meg miért nem válaszolsz, mi? Kész akarva csinálod, hogy a sírba vigyél, mi? Egy-kettő, válaszolj! Mi az, nem tudsz beszélni, vagy nem akarsz? Na makacskodj, így is jó, te kolott kis... Milyen anya az, olyan, aki haldokló fiát ütleg? Mi? Mama? Bocsáss meg, most sem tudom, hogy mit beszélek, de miért nem válaszol? Micsoda anya az olyan, aki haldokló fiát elpofolta. Válaszolj, Viktorkám, válaszolj! Mama. Válaszolok. Az ilyen anya nem anya, hanem szörnyek. Bocsáss meg, Viktorkám, bocsáss meg, hiszen már én is annyiszor megbocsátottam. Azok után, amiket én ma keresztül mentem, te igazán elnézőbb lehetnél. Neked mindegy, te nem sokára úgyis meghalsz. Azt hiszed, nem sokára meghal. De hogy halsz meg, miért halnál meg? Hát azt sem tudom, hogy mi bajod van tulajdonképpen, tényleg a mi bajod van. De te ne félj, te ne félj, te nem halsz meg. Te még túlságosan fiatal vagy. Az ember bármikor meghalhat. De te nem halhat meg, mert azt nem akarom, hogy meghalj. Azt akarom, hogy megbocsász. Úgy van, anyám. Meghalok, mert meg kell halni. Megbocsátom. Meg kell bocsátanom. Hát, már meg is bocsátottam neked. Tudod, vannak korai érett gyerekek, akiknek korai érettség a zsenialitással határos. Vannak zseniális gyerekek. Milyenek? Figyelj ide. Herkules már a bölcsőjében megfojtotta a kígyókat. A kis Pascal játékkarikával, meg pálcikával felfedezte az euklidészi geometria alaptételeit. A kis Mozart már 6 éves korában hegedű játékával ámulatba ejtette a Luxemburg palota előkelőségét. A kis Frederik egyszerre 20 ellenfelét verte meg szimultán, végül pedig a legzseniálisabbat, Jézust már születése pillanatában Isten gyermekévé kiáltották ki. Ilyen előzmények kényszerítik Viktort, Károly és Emília gyermekét, hogy 9 éves korában kilehelje a lelkét. Édesfiam. Megmond, anyám, mi érdekes várhat még rám ebben? Műtyürökkel telezsúfolt családi hajlékban, hátralevő életemben. Hát a munka, meg a szeretteid szeretete, hiszen egyedüli fiú vagy. Ez az egyetlen, ami megmaradt a számomra. Az egyetlen hátralevő életemet az egyedül lét problémájának megoldására szentelhetném. Csak hogy én már ezen is túljutottam. Igen, te túljutottál? Igen. Aha. Már 6 éves koromban. Megtaláltam az egyedüllét mozgatórugóit. Megtaláltad? Igen. És mik azok? Van kéznél papír meg ceruza. Hasonlít a párhuzamosok problémájához. Levezetem. Mindjárt szaladok, hozok papírt. Ne! Már nem lesz idő. Figyelj, neked azért elmagyarázom. Nem! A fenhegye meg! Várjak ezt, hiányzom. Hát itt van a mi kis betegünk. Hát hol Bibis a legényke? Fájik áll az a csúnya hasikó. Igen, doktor úr.
Fájkál! Itt a béknyában fájkál! Aggodalom, már semmi jobb. Asszonyom, kapadnék egy kanalat és egy törölközöt. Köszönöm, Láza! Nem tudom! Nem tudom! Látja, még ezt sem tudom! Mindjárt meglátjuk! Asszonyom! Asszonyom! Mit akar? Mondanom kell valamit! Ne! 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 Károly! Mit csinálsz? Nem! Hova mész? El! Nem! 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 Az nem! Ide. Papa! Ne lekezz! Nagyon beteg vagyok! És tényleg zavar a dohány! Adod a mamának a pipádat! Akkor legalább megszűnik a kísérdés! Vigyázzon, doktor! Menjünk az egyetüliség főmozgatójához! Mit mond? Félrebeszél! Na! Ne! Csoda, hogy félrebeszél, igen magas láza van! Mi a véleménye, doktor? Várjon, megtapintom a pulzusát! Harmincöt, harminchat, harminchét! Most? 40! Hát nem is tudom! Jaj, a kurva élet, de pár! Hány órakor szünet van ma? Pontosan este 11:30. Most hány óra? Károly, hány óra van? 11:28. Jaj, mama! Akkor legfő ideje eláruljam az egyedüliség fő mozgatói. Az egyedüli mozgatója. Végül is, doktor úr, miben hal meg? Hát ugye az orvostudomány mai állása szerint... A haláltól halok meg! Az egyedüliség harmadik és utolsó mozgatója. Mit mond? Soha sem értettem ezt a gyereket. És az első kettő, Viktor Kán, az első két mozgató, gyorsan! 11:29 van! Így végzik a fafejű gyerekek.